Fedezet hiányában késik a közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti bérek kifizetése ismét Szakolyban. Ezek a felvételek még tavaly decemberben készültek, akkor az október havi kifizetések elcsúszott az önkormányzat. A polgármester közölte, hogy nem kaptak normatív állami támogatást a bérek kifizetésére, mert nem készítették el az éves pénzügyi beszámolót, illetve hibás volt a település könyvelése. Szakoly pénzügyi kiadásait végül 2014. januártól újra könyveltették, és most hétfőn a képviselők arról döntöttek, hogy önkormányzati adósságrendezési eljárást indítanak. 2016. augusztusában felfüggesztésre került a támogatás folyósítása, így az önkormányzatunk a közfoglalkoztatást saját forrásból finanszírozta. A normatív állami támogatást éppen ezért, mikor az adósságrendezési eljárás megindul, a Magyar Államkincstárnál nyitunk egy letéti számlát, és a normatív állami támogatást erre a letéti számlára kérjük utalni. Egy pénzügyi gondnok kerül majd kijelölésre a bíróság részéről, és a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével történik minden pénzügyi utalás, illetve minden pénzügyi tranzakció. Az önkormányzat legutóbbi testületi ülésén felhatalmazták a polgármestert az adósságrendezési eljárás elindítására, amely az erről szóló bírósági végzés közzététele után indul. Az önkormányzatnak jelenleg már akkora az adósága, amelynek kiegyenlítésére nincs elég fedezete. A pontos összeg még nem áll egyenlőre rendelkezésünkre. Ezeknek az előkészítése van folyamatban. Az adósságrendezési eljárás megindításával állami támogatást szeretnénk igénybe venni, reorganizációs támogatás igénylése révén, valamint ilyenkor a jogszabály kötelezően előírja az önkormányzati vagyonértékesítést, tehát az önkormányzatnak rendelkezésére áll olyan vagyon, amelyet értékesíthetünk, akkor ez is bevonása kerül a szállítók, illetve a követelések kiegyenlítésére. Ezen kívül reorganizációs hitelt vehetünk igénybe, tehát a fennmaradó tartozások kiegyenlítéséhez. Szakolyban jelenleg 262 közfoglalkoztatott van. Február 28-ával 77 főnek megszűnik a munkavállalói jogviszonya.